Életek, történetek Ferencvárosból, 25 percben. Heti Portré. A mai heti Portré vendége Havaságnes, nyugdíjas latin-francia szakos tanárnő, akit 1944-ben deportáltak, de hazatért az auschwitz koncentrációs táborból. Havaságnes 87 éves elmúlt a József Attila lakótelepen él, és könyvet írt arról, hogy miként élték túl ikertestvérével testvérével a holokausztot. A könyvében megtetszett említeni, hogy gyermekkorában boldog családi körülmények között élt, de ugyanakkor mégis mindig volt önben egyfajta félelem. Miért volt önben félelem? Teljesen magától értetődik, a kor viszonyai voltak olyanok, hogy lehetetlen volt nem félni. Hát érződött a háború előszele. Lehetett tudni, hogy háború lesz. Gyerekkoromban is lehetett tudni. Ha egy gyerek ahhoz szokik, hogy az iskolában légó gyakorlatokat tartanak, és az iskola udvaron felgyújtanak egy fabódét, és azt tanítják meg, hogy hogyan kell oltani, akkor az a csoda, ha nem fél. Másrészt pedig ugye minket még külön érintettek a zsidó törvények. És az 38-tól kezdve minden évben újabb és újabb zsidó törvények jöttek. Hát meg volt az embernek minden oka arra, hogy, hogy féljen. Barátnőméknél találkoztunk Szlovákiából menekült rokonokkal, akik nem meséltek nekünk gyerekeknek, nem ecsetelték, hogy mi elől menekültek, de hát az ember tudja, hogy ha valaki menekül hozzánk valamelyik más országból, akkor nyilván oka volt rá, hogy meneküljön. Ugye 1927-ben született Rákos Szent Mihály, vagy most már Rákos Szent Mihály, tehát ugye a mai 16. körületben éltek. Milyen családi körülmények között élt? Nyugodt, jó, normális körülmények között, ahogy egy értelmiségi család. Az édesanyám, ő Magánhivatalnok volt, és minden nap dolgozni járt, ilyen módon állandó jövedelme volt. Az édesapám pedig fordított különböző irodalmi műveket, azon kívül munkatársa volt a francia nagyszótárnak, és valamilyen magániskolában tartott művészettörténeti órákat is. Tehát anyagilag nem voltunk gazdagok, meg kellett gondolni, hogy mire költünk, de nem voltak anyagi gondjaink. A könyvéből valahogy úgy érezhető, hogy talán amikor gimnáziumba ment, ugye a zsidó gimnáziumba felvételizett az Iker testvérével, Jucival együtt, és akkor kezdte el igazán érezni azt a fajta politikai légkört, ami akkor Magyarországon uralkodott. Tulajdonképpen a politikai légkört, Kört, jóval előbb lehetett érezni, tudni lék, nálunk újság járt, rádiót hallgattunk, az édesapám művelt, gondolkodó, baloldali gondolkozású ember volt, tehát az, hogy milyen a politikai légkör, azt a zsidó gimnázium előtt is éreztük. A zsidó gimnázium azért volt érdekes, mert az apám nem szerette a felekezeti iskolákat, ehhez képest a körülmények olyanok voltak, hogy az elemi iskola négy osztálya után katolikus polgári volt Rákos személyájon pontosabban, ilyen félállami, félkatolikus iskola volt, tehát egyházi jellegű iskola volt, és utána pedig nem volt más lehetőség, mint a zsidó gimnázium. Úgyhogy az után következett a következő egyházi jellegű iskola, más lehetőség nem lévén, mert nem vettek volna föl máshova, mint a zsidó gimnáziumba. A könyvben az is olvasható, hogy egyáltalán nem volt biztos, hogy a zsidó gimnázium elvégzése után tovább tud tanulni egyetemi szinten, és a szülei között ugye volt is egyfajta dilemma ez ügyben az édesanyja azt szerette volna, ha szakmát tanulnak, és az édesapjuk mondta azt, hogy addigra már, mire önök eljutnak abba a korba, hogy egyetemre kell felvételizni, talán már más lesz a helyzet, és eltörlik a zsidó törvényeket, és mehetnek egyetemre. Hát ez természetes volt, mert az egyetemi felvétel, ha marad a rendszer, akkor kizárt lett volna nem bizonytalan, hanem lehetetlen lett volna. De ettől függetlenül mi nagyon bíztunk abban, hogy addigra már egyenes útunk lehet az egyetemre, ha megfelelőek az eredményeink. És abban nem kételkedtünk, hogy azt elérjük. 1944 tele és tavasz a több szempontból is meghatározó volt az önök életében. Egyrészt elveszítette édesanyját, másrészt pedig 1944. március 19-én német hadsereg megszállta Magyarországot, és megkezdődött a Pest környéki zsidóságnak a deportálása, amely önöket is érintette. Hát, hát az természetes, hogy ez egy bizonyos értelemben fordulatot jelentett, méghozzá nagyon tragikus értelemben az előkészítése sokkal távolabbra nyúlik vissza. Tulajdonképpen nem szabad a holokausztot úgy venni, hogy az ekkor volt, és nem volt előzmény. És az előzmény az az, hogy úgy lassan hozzászokott az egész ország ahhoz, hogy zsidó törvények vannak, hogy a zsidók azok mások, hogy Szóval lehet tudomásul venni a rasszizmust. Ehhez hozzá lehet az embereket szoktatni. És meg kell, hogy mondjam, hogy a hozzászoktatás nélkül azért nem ugyanígy következtek volna be véleményem szerint, legalábbis a dolgok. Noha természetes, hogy a német megszállás nélkül, Magyarországon nem került volna erre sor, ha csak az országban belül intézik a dolgokat. De az, hogy az ország magát, hogy mondjam, úgy vette tudomásul, hogy alig volt ember, aki ez ellen eredményesen, vagy egy picit is eredményesen fellépett volna, az viszont egy hosszú előkészítés következménye. És ez valóban tragikus volt, mert, mert egyik pillatról a másikra. De hát az ember tudta, hogy valami szörnyűség jön. Azt nem tudta, hogy mikor, és milyen arányú lesz. Hogy vitték el önöket otthonról? Az úgy történt, hogy kinéztünk az ablakon, és ott láttam, hogy ott ül egy csendőr az almafán hajnalban és akkor utána bezörögtek, és közölték, hogy van két óránk, hogy rakjuk össze, amire nagyon szükségünk lesz, úgy gondoljuk, pakoljunk össze, és azután munkatáborba fognak bennünket irányítani. És akkor két óra múlva mindenkit sorba állítottak, és egy csömöri úton végig elvezettek a vasútállomáshoz. Előtte voltak olyan barátaink, akik már úgy gondolkoztak, hogy ha valami baj lesz, úgyhogy például a mi zongora tanárnőnk egy nagyon kedves, nagyon kulturált, művelt, rendkívül mélyen valásos katolikus ember az eljött hozzánk, és megkérdezte édesapámat, hogy ha valamire szükség van, segíthet-e valamiben. És akkor az apám megkérte, hogy néhány legkedvesebb könyvét tegye el, és akkor összeszedte az első kiadású Adi, meg más nyugatos költőknek a műveit, meg egy nagy művészettörténet könyvet a görög művészettörténetről, és ezt odatta, hogy a Gita néni, tegye el, el is tette, hiánytalanul visszakaptuk, sőt, még 8000 pengőt is eltett, amiről mi gyerekek nem is tudtuk, hogy el van téve, és azt is, mikor hazajöttünk, akkor hiánytalanul átadta, hogy még ezt is odatta az édesapánk. Szóval volt ember, aki jött és segíteni akart. 1944. júliusában érkeztek meg Auschwitzba, ahol ugye rögtön külön választották önt és Jucit, az Ikertestvérét az édesapjától és a nagymamájuktól, és ugye többet nem látta az édesapját és a ö, nagymamáját. Mik voltak az első gondolatai, amikor kiszálltak a vagonokból, és Auschwitz-a szem elé Az ember nem tudta, hogy mi lehet az a nagy tűz, amit először lát. Sötét éjjel volt, és két kéményből méter magas, több méter magas lángok csaptak ki. És azt nem tudta az ember, hogy mi van ott, hogy, hogy így lángol az a két, két olyan torony jellegű volt, és az ember se tudta, hogy mi az. És nagy kiabálás, üvöltözés, hozzátartozó keresése, űrzavar között zajlott mindez, és aztán mindenkit külön választottak és minket, kettőnket teljesen külön, az ő, a csoport minden más tagjától külön odállítottak a mozdony elé pontosan. És ott álltunk és vártunk. Azt mondták, hogy várjunk, majd intézkednek tovább. Ennek az oka ugye az volt, hogy, hogy önök ikrek voltak. Az, hogy Így ikrek van. voltunk, igen. És akkor szaladt oda az édesapán kell búcsúzni. Uh -huh. És soha többet nem láttuk. Uh -huh. Amikor bekerültek az auschwitz táborba, akkor milyen körülmények fogadták Önöket? Egy SS-tiszt kísért be bennünket a kapun, és egy sötétben nem világosan kivehető épülethez vezetett. Ott bezörgetett, és akkor kilibbent egy vörös, csipkés, háró nő abból az épületből, valamilyen helyiségből, amit mi nem láttunk, hogy milyen, és az közölte velünk, hogy bevesz valahova, ott üljünk le, és majd reggel, minden további majd reggel jön, most már nincs a messze, várjuk meg a reggelt ott. És aztán ott hagyott bennünket. Első gondolatom, azt tudom, hogy az volt, hogy hát a látván ezt a jelenséget, aki ott előttük megjelent, hogy minket itt valami kuplerájba hoztak. Ez volt az első gondolatom, hogy mit és hogy kerülünk mi pont ide. Aztán kiderült, hogy ilyesmiről szó sincs, hanem ez az épület, ez a valódi fürdőnek volt az épülete, és annak a vezetője, a fogoly vezetője volt, aki külön kis fülkében aludt, és aki hozzájutott ahhoz, hogy egy tisztességes hálóinge legyen, feltételezem, hogy tisztességes fehérneműs ágya is volt, mert ő így a láger fogoly vezetőségének az egyik hát, prominens tagja volt, és ő rá bíztak, hogy majd a továbbiakat intézze a mi regisztrációnkat. Mi bennültünk a fürdőhöz vezető váróhelyiségben, mint később kiderült, ahol ha csoportosan a kötelező fürdésre vitték a foglyokat, akkor ott kellett várni, amíg beküdték őket a zuhanyozóba. Óriási zúanyódó volt, mert ott egyszerre 40-50 ember fürödhetett, és meleg víz volt minden isten áldott a nap, és voltak olyan csoportok, akiket kötelezően küldtek a fürdőbe. Ennek még a neve is nagyon szépen hangzott, mert úgy hívták, hogy ezt a havonta kötelező fürdést, hogy tetvetlenítés. És ezekkel a nőkkel találkoztunk mi első menetben, akik vártak, hogy bekerüljenek erre a tetvetlenítő processusba, és számunkra ismeretlen nyelven beszéltek, Később kiderült, hogy lengyelek voltak. És később ugye a hírhet Dr. Mengerével is többször találkozott, amelynek oka ugye az volt, hogy önöket, mint ikreket azért választották külön, mert doktor Mengele különböző kísérleteket hajtott végre ikerpárokkal. Hogy emlékszik ezekre a találkozásokra doktor Mengelével? Mint a tipikus, ahogy mondjam, az auschwitzi lehetetlenségeknek egy tipikus esetére. A, hát az első találkozás az rögtön a, a kiszálláskor volt, mert ő személyesen volt az egyik orvos, aki a szelekciót végrehajtotta induláskor. Tehát ő vele már ott találkoztunk, és ő kérdezett rá, hogy ikrek vagyunk-e. És küldött bennünket ide ebbe a másik blogba, mint a többieket. Az első eset, amikor vizsgálatra, ismerkedésre vittek. Hát bekerültünk a blokkba, még hozzá az a blokk, tehát hely, építmény, ahova minket tettek, ez a revír volt, revírnek a, be, a szóval a foglyok nevezték, az volt a revír. És minket azért vittek a revírre, hogy kéznél legyünk, ha hívat bennünket a doktor Mengele. Amikor minket oda bevittek, akkor már volt többi kerpár, volt, akikre különösen emlékszem, volt egy Máramarosi zsidó ikerpár, akik jidisül beszéltek, tudtak valamit magyarul, de nem jól, és szegények rettenek, rettenetesen elanyátlanodottak voltak, szóval nem volt bennük semmi küzdő képesség. Aztán volt egy idősebb cseiker pár. Tudnék, mielőtt a magyarok deportálása megkezdődött, volt Auschwitzban egy úgynevezett cseláger, ahol Egészen addig, amíg ezt teljesen föl nem számolták a szokott módon, addig együtt voltak a családok. És ez egy idős ikerpár volt, olyan ötven felé jártak már és jól tudtak németül, tehát velük lehetett kommunikálni, de nagyon keveset tudtak Auschwitzról, mert egy teljesen elkülönített lágerben, ebben a cselágerben voltak, ahol más viszonyok voltak, mint a lágernek az átlagos részében ezek megszűntek, de őket nem sorolták be a megölendőkhöz, mert ikrek voltak. Azon kívül volt még több különböző nemzetiségű ikerpár, akik nem régen kerültek be mind a lágerbe, és akik ugyanott voltak a revíren. És mikor először hívtak be a vizsgálatra, akkor Hát ott is felvettek adatokat, kérdeztek mindenfélét, családról, erről, arról, és az ok, amiért azt mondom, hogy a szokásos abszurdumok része volt, hogy minket mesztelenre vetköztettek, és ott állt előttünk az a fes jól öltözött SS-tiszt a teljes díszében, ahogy ott volt. De ő doktor Mengele volt? vagy. doktor Mengele volt, és egy magyar tolmács, aki németül nagyon jól beszélt, és akinek az volt a dolga, hogy fordítson. És mi rögtön megmondtuk a tolmácsnak, hogy tudunk németül, és erre ő rendkívül szigorúan közölte velünk, hogy mi semmire nem válaszolhatunk közvetlenül, akkor se értjük a kérdést, hanem ő tolmácsol. Mi mondjuk meg a magyarul azt, ami a válasz, és ő tolmácsol, és egy nyeket sem németül. Hát ezt nem értettük, de hát ugye tudomásul vettük. És akkor először jött egy általános mérés, szóval Centiméterre, milliméterre pontosan mindent mértek, hogy mennyire egyforma, vagy mennyire nem egyforma. Egyébként ennek a mindent mérésnek köszönhettük, hogy nem vágták le kopaszra a hajunkat, hanem volt hajunk, ami egy abszolút kiváltság volt. A Auschwitzban, mert mindenkit kopaszra nyírtak a megérkezés utáni első fürdésnél nőket is. Szörnyű látvány volt egyébként ez a sok kopasz nő, nullás géppel kopaszra nyírva, ez a megalázásnak egy külön formája volt a kopaszra nyírás. Azt állították, hogy azért, hogy ne legyenek tetvesek. Ez egy Humbug volt, ez egyáltalán nem ez volt. Ez ahhoz szolgált, hogy bebiztosítsák, hogy rögtön az első menetben mindenki érezze, hogy ő nem ember. Csak a mindenfélét kérdeztek. Utána, miután ez a nagy mérés, beleértve a haj minőségének, a mérését, hosszúságát, mindenfélét, utána... Jött mindenféle kikérdezés a családra vonatkozólag, mennyi ideig éltek a szülők, akik nagyszülők, akikről tudunk. Hosszú életű volt a család általában, vagy rövid, hány gyerek volt, hány rokon van, szóval mindenféle ilyen adatot kérdeztek. És ennek a kikérdezésnek a során jöttünk rá arra, hogy miért nem szabad nekünk németül beszélni. Tudni, még rákérdeztek arra is, hogy a családban milyen betegségek fordultak elő. vannak egy gyakrabban a családban olyan betegségek, amik ismétlődnek, amik örökletesek, vagy bármi módon többször előfordulnak. És akkor például volt az egyik kérdés, hogy TBC-s volt-e a családban. És mi mondtuk, hogy ilyen volt, és a tolmács közölte, hogy nem. Mert hogy ő tudta, hogy mi mert történt hogy ő volna, hogyha hogy azt válaszolja, hogy igen. Mi hetett volna, mert hogy mi történik, vagy mi történt, az soha senki nem tudta. De a lehetőséget nyújtja arra, hogy akkor valami baj legyen. Nagy volt az összetartás önök között, a foglyok között? Általában összesen. igen. Itt én olvasni, olvastam később történeteket arról, hogy voltak olyan lágerek, ahol, ahol foglyok egymás ellen voltak, nem segítettek, és még el is loptak ezt azt egymástól, például ennivalót. Ott, ahol mi voltunk, ilyen nem fordult elő. És a vezetők közül, tehát akiknek bizonyos értelemben azért volt a kezükben hatalom, azok közül én egyetlen egyet ismertem olyat, aki egy szörnyeteg volt, fogoly, egy kegyetlen fogolytársait is megalázó szörnyű volt, az egyik blokknak volt a vezetője. És minden nap azzal kezdődött, hogy hajnalban mindenkinek ki kellett menni a blogból, és ott sorba állni, egymás mögött, és egymás mellett, és egy muk nélkül végig várni, amíg az egész lágert leszámolták. Tehát minden blokkot. Ott, ahol mi voltunk, ott volt 22 blokk, és egy-egy blokkba több száz ember. Úgyhogy ez eltartott egy ideig, amíg leszámoltak mindenkit, az SS nők, jártak sorba, blokkról, blokkra, mindenkit leszámoltak, hogy stimmel vagy nem stimmel, hogyha valaki beteg, ha hiányzik, ki hiányzik, és addig ott állt mindenki. Egy muk nélkül kellett állni, akármilyen idő volt, ha zuhogó esőbe, akkor zuhogó esőbe, ha hideg volt, akkor hidegbe, szóval ez volt a leszámlálása a foglyoknak az úgynevezett appel. Ez, ahol mi voltunk, ez körülbelül két óra hosszat zajlott le az egész lágerbe. De na most a C például, ahova a Rákos Szentmihályok be általában bekerültek, ott volt hatórás órás appel is. Na most ez a szörnyű blokkvezető, amiért ez emlékezett, és nem maradt a számomra, ez pont egy ilyen appelhez kapcsolódott. Bekerült két ember, aki újonnan jött, hogy miért tették pont oda őket, mikor itt általában ebbe a lágerbe csupa régi fogoly volt, nem tudni. De ők bekerültek. Újak voltak, tapasztalatlanok voltak, méghozzá egy anya és a lánya volt, egy mama, aki nagyon fiatalosan nézett ki, és egy kamasz kislány. És semmit se tudtak, és elkezdtek beszélni, valamit kérdezni egymástól. Ez alatt, az apel alatt. És akkor odarohant a blokkelteste, így nevezték ezt a blokkvezetőt, és elkezdett velük üvölteni, és pofon vágta a mamát. Ami hát egy ilyen iszonyú, hirtelen sok volt, hát ők még nem ismerték a szokásokat, csak a kislány elkezdett kiabálni, és védeni kezdte az édesanyját, az a kis kamaszlány. És akkor vele is elkezdett üvöltözni a blokk csak kislány sírva fakadt, és azt kiabálta neki, hogy gondolja az édesanyádra. És akkor az egész blokk sírni kezdett. És ez a nő is elkezdett sírni, és abba hagyta.